Sziasztok itt Karen, és üdvözöllek titeket a csatornámon! Elérkeztünk az utolsó videóhoz, amiben Portugáliát ismerjük meg. Ma az ország névadójával fogunk egy sóhajnyit foglalkozni, a borairól híres portóval. Amúgy nem portóban készül a portói bor. Na mindegy, ez majd később. Porto egy hangulatos, de fájdalmasan szeles város. Az, hogy az óceánparton van, bizony nem egyenlő a Beach and Sunshine-nal. Szóval tedd el nyugodtan azt a bikinit, itt nem lesz rá szükséged. Nem, komolyan, nem fürdünk. Várjál, várjál, mit csinálsz? Nehogy levetkőzz! Tehát most, hogy újra mindketten ruhában vagyunk, és légy szíves, ez maradjon is így, üljünk be az iskolapadba, és engedjük Portót a katedrára. Ugyanis ő a mai vendégelőadónk, a tananyag pedig... Hat hasznos tulajdonság, amit Porto a fejedbe ver. Fúj. A fejedbe fúj. Első. Türelem. Porto egy nyuszi-muszi csecsebecse város, csak épp meglehetősen üres. Ez kb. 40 méter séta után válik rikítóan szembetűnővé, ugyanis minden negyedik, ötödik ház elhagyatott. Az ablakok és az ajtók morbid módon be vannak falazva, vagy lehet, hogy ez csak nekem morbid, valószínűleg nem kellett volna általánosban horrort néznem. Még a város közepe is tele van árván áldogáló épületekkel. A halászfalú jellegét fokozza, hogy míg régen 40 villamos működött itt, ma már mindössze három darab maradt, és az is a turistákat rakosgatja jobbra-balra. A nagy 1755-ös földrengés, amiről a Lisszaboni videóban beszéltünk, Portot sokkal halványabban érintette. Ennek köszönhetően jó sok jó öreg ház van itt, amik talált ki, mit igényelnének? Igen, felújítást. És kinek nincs erre pénze? A portóiaknak. Itt is külföldi befektetésekre várnak a kísértett házak, a befektetők azonban elsősorban Lisszabon célozzák meg. Nem baj, Portó türelmesen kivárja a sorát, addig is a maga módján elkápráztatva az odautazókat. A türelem felújított épületeket terem. Erre tanít Portó. Második. Kitartás. A második leckét a város egyik vonatállomása adja, ahol nagyon sok a... <laughs> csempe. Imádom a csempét. <kül> Tehát ezért a beltéri csempetengerért egyetlen egy ember felelős, aki 11 év alatt készítette el ezt a remek művet. Minden egyes csempét kézzel festett, és mikor az egész tervel elkészült, akkor helyezték fel ide a vasútállomás falaira. Gondolj bele, mekkora türelem kellhet, hogy 11 évig dolgoz valamin úgy, hogy az eredményt csak a végén lásd egyben. Én nem tudom, mikor adtam volna fel, de ugye a negyedik napra tippelek. Tehát kitartás. Ez is egyik a, a város tanításainak. Harmadik. Kreativitás. Ez a kedvencem. Ez itt két templom. Amikor ezek épültek, törvény tiltotta, hogy két templomnak közös fala legyen, tehát hogy közvetlen egymás mellé legyenek felépítve. Na most az itt dolgozó papok természetesen tiszteletben tartották a törvényt, legalábbis ezt a részét, és a két templom közé beépítették Európa legszűkebb házát. Elméletileg ezzel kiátszották a törvényt. A polgármester azonban ráparancsolta papokra. Legyen ti fesletvén kujonok, viszont hogy bebizonyítsátok, hogy ez tényleg ház, lakjatok benne. Tehát ez a ház éveken át adott otthont és klaustrofóbiát a portói papoknak. De tudod mit? Szerintem megérte. Kreativitásból jeles. Negyedik. Elfogadás. Menjünk most az egyik portói parkba, ahol szokatlan látvány fogad minket. Ezek a különleges fák egy genetikai elváltozás miatt ilyen túlméretezettek, molettek, <kül> mindegy. Ennek az elváltozásnak két hatása van. Az egyik az egyedi külsejük, a másik pedig, hogy ezek a fák nem tudnak reprodukálódni, tehát a másságukat kvázi nem örökítik tovább. A park különleges lakosait azonban mindenki így fogadja el, ahogy vannak. A kivágások nem is téma, hiszen gyönyörű díszei az amúgy is hangulatos parknak. Amúgy egy helyi felvetette, hogy ez az egész genetikai magyarázat csak duma, amit azért terjesztenek, mert az igazi okot ciki bevallani. Méghozzá azt, hogy Portóban annyira jó a kaja, hogy még a fák is túlsúlyosak. Mindenki döntse el maga, hogy melyiket tartja valószínűbbnek. 5. Odafigyelés a részletekre A jól lakott fák között sétálva egy szobrot vehetünk észre, amely szalazár diktatúrája alatt készült el, és többet sejtett, mint elsőre gondolnád. Az igazságszolgáltatás háza előtt egy görög istennő, Temisz magasodik. Temisz az igazság istennője, ami eddig rendben is van, csak hogy általában egy kicsit másképp szokták őt ábrázolni. esetben az egyik kezében felemelt mérleget tart, ami az igazságosság szimbóluma. Másik kezében maga mellé lehelyezett kard, ami a szellemi erőt és a jutalmat szimbolizálja. Szeme pedig be van kötve, ami a pártatlanságot jelképezi. Ehhez képest a portói szobor meglehetősen különböző pozícióban készült el, ami egy rejtett üzenet volt Szelezer diktatúrájától. Az igazságszolgáltatás a rezsimet szolgálja. Érdemes odafigyelni a részletekre, igaz? Azzal tartanád a kardot, azzal tartanád a mérleget. Melletted mi? Ott a mérleg, ott a kard. Csukott szem. Köszönjük a demonstrálást. 6. szemfülesség. Portó adta Portugália nevét és a portói bort. Ennek a mondatnak csak az egyik fele igaz. A méltán híres portói bor, ami kis hiány engem is rászoktatott az alkoholra, ugyanis nem portóban készül. A borok a folyó túloldalán elhelyezkedő városka Villa Nova de Gaia borospincéiben érlelődnek mézédessé. Villa Nova de Gaia legalább egy dologban biztosan világelső. Itt jut a legtöbb alkohol egy négyzetméterre. A portói bor elnevezését pedig onnan kapta, hogy portó kikötőjéből szállították a világ minden tájára, így a babérokat is portó arathatta le. De hát ez van. Kellő szemfülességgel isteni borokat kóstolhatsz meg a híd túloldalán. Aztán kövesd a példám, a bőröndött tartalmát boríts ki a szemetesbe, és tegyél a helyére annyi portói bort, amennyit csak belefér. <laughs> Nem, csak viccelek. Tehogy. <laughs> Na, köszönöm a figyelmed, remélem sikerült ösztönöznöm téged arra, hogy életed részévé tedd ezt a hat hasznos tulajdonságot és az alkoholizmust. Ö, várjunk ezt még egyszer. Aj, vagy mindegy. Úgy sem hallgatja végig senki a videókat. Ugye?